Kalandó koncertek várták a gyerekeket, a Csetényi Élménypark volt a helyszíne a Városi Gyermeknapnak. Megérett az idő a változásra, mondta a Mi Hazánk polgármester jelöltje. Fórumán részt vett Novák Előda, mozgalom alelnöke is. Lengyel-magyar est volt a múzeumban, itt mutatták be a lengyelek menedéke, Magyarország 1939-1945 című kötetet. A kihívás napja, 24 órás kerékpározás tervez a Halasi Bringa Barát Klub. Még a városnéző kisvonat is a gyermeknaphoz igazodott Kiskunhalason, és a Csetényi Élményparknál a városi programok helyszínén várta az utasokat. Bent a parkban is igen mozgalmasan telt a gyermeknap. Sorra érkeztek a családok, hogy egy élményekkel, kalandokkal teli napot töltsenek el. Volt miből válogatni, hiszen kora délelőttől egészen estig tartottak a programok. Eszki-beszki, tengereszki, ipolósz lehet! Helyi csoportok fellépése és vendég előadók műsorai várták az érdeklődőket két színpadon is. A nap egyik kiemelt programja volt az Iszkiri zenekar koncertje. Autót vezet a manó, nem ér le a lába, nem lát ki az ablakon, szalad a világba. Nekünk ez egy óriási buli, rengeteg sok helyen játszunk ilyenkor országszerte, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sok gyerekkel bulizhatunk együtt. Csupa olyan dalokat hoztunk, amire nagyon jól lehet táncolni, rengeteg interaktív vitás volt benne, rengeteget mozogtunk, táncoltunk együtt a gyerekekkel. Sokféle gyerekjáték is várta az érdeklődőket, így a gyerekeknek bőven volt mit kipróbálni. Mennyire szereted a gyereknapot és miért szereted? Mi a jó benne? Az, hogy sok mindent lehet venni és sok mindent ki lehet próbálni. Itt mi az, amire most kíváncsi vagy? A játékokra. Lesznek koncertek is, meghallgatod? Igen. Nagyon klassz szerintem. Tök jó, hogy ilyen nagy területen van, ugye, és nem összezsúfolva, úgyhogy nincs ilyen tömegérzése az embernek, és hát jókat ugrált, tehát tényleg így minden van, ami egy ilyen kis gyereknapos programra így a kicsiket vonza. Úgyhogy szerintem nagyon tetszik nekik. Hát most már elálmosodott picurka még. Máskor is szoktatok ide a parkba jönni? Múlt héten voltunk másodszor, tavaly pont gyereknapra jöttünk, akkor nagyon-nagyon nagy, akkor valahogy olyan sokkal nagyobb tömeg volt, meg ő is még picike volt a Szofi, és múlt héten voltunk Bogyó és Babóca kiállításon, nagyon-nagyon szuper volt, hát az nagyon, az sláger volt, és játszótereztünk is, meg nagyon-nagyon, tehát olyan kis békés, kellemes, nagyon jó volt. Sokan sokat dolgoztak azért, hogy a Halasi Városmenedzser Kft. Szervezésében és a partner egyesületek, intézmények segítségével tartalmas legyen a gyermeknap. Ez a második éve a Csetényi Partnak a gyereknap vonatkozásába, hát nagyon népszerű, és megpróbáltunk olyan programokat kitalálni, ami nagyon közkedvelt családoknak is, gyerekeknek is, és egy egész napot el tudnak itt tölteni. A gyermeknapról nem hiányozhatott a kalandtúra sem. Annyira jól sikerült igazániból ez a gyereknap a Csetényi Parkba, hogy a nagy kalandpályánk, ami fixen ide van telepítve, ami most is nagyon népszerű, ezen kívül még 12 kalandpálya állomást is létrehoztunk, ahol igazániból nagyon-nagyon sok segítő és külsős civil vagy egyesület, vagy olyan barát, aki szeretné ezeket segíteni, azok vagy olyan pontot hoztak létre, ahol pecsételni tudnak a gyerekek, és hogyha betelik ez a 11 darab pecsét, akkor egy ajándékot fognak kapni. Azokat, akik rosszat csinálnak, időközönként összeszedjük, és aki nagyon-nagyon rosszat csinál, azt viszont elviszük a börtönbe ebben az autóval, képzeljétek el. Hogy abba kapaszkodjanak, mert nagyon rázkódik az autó, amikor menet közben vagyunk. A kalandtúra állomásokon a büntetés végrehajtás, a Szivárvány Bábszínház Alapítvány, a Kiskolasi Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Fészekrakó Nagycsaládos Egyesület, valamint a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület, a Szilajci Terezenekar, a Kiskolasi Alapfokú Művészeti Iskola, a Koliken, illetve az Agrárgép Történeti Egyesület és a Máltai Szeretett Szolgálat mind-mind ötletes, a gyermekeket vonzó és megmozgató feladatokkal készültek. Folytatódott egy hagyomány is, a gyermeknapi faültetés. Elképzeléseink szerint ahány éves a Csetényi Park, igazániból annyi fát szeretnénk a Csetényi Parkba elültetni. Most 2 éves, második gyermeknapot tartjuk, és most 2 fa lett elültetve. Hát ezt a hagyományt tovább szeretnénk majd örökbíteni.
A Szilágyi RFC és a Kiskunhalasi UKSC sportoló is segítettek a fák ültetésében, és a jövőben is szeretnék figyelemmel kísérni a növények cseperedését. Nagyon fontos, hogy tartsuk ezeket a kezdeményezéseket, próbáljuk a gyerekeket nyilván a kézilabda mellett egyéb dolgokra is nevelni, úgyhogy próbáljuk majd gondozni, és amikor erre járunk, akkor mindenki hozzá egy kis vizet. Nagy örömünkre szolgált, mikor az ügyvezető úr fölhívott, hogy az RFC-re szükség lenne a mai napon egy betétprogram keretében, egy faültetésre, egy faörökbefogadásra. Az egyesületnél fontos a társadalmi felelősségvállalás, környezetnevelésre való törekvésünk is határtalan, hiszen TESZ-be is bekapcsolódunk, és több más olyan önkormányzati vagy civil szervezési programba, ami emeli a programoknak a színvonalát. Mint kiderült, a sportolókhoz közel áll a Csetényi Park. Egyrészt 150 méterre van, ha csak a technikai részét nézzük, de összességében nem akarok nagyon elé menni a dolgoknak, de szeretnénk egy olyan rekreációs programot kialakítani későbbiekben, az elkövetkezendő 5 évben, amiben szerves részét képezni a Bundzsák Dezső Sportközpont és a Csetényi Park. Ezek a törekvések zajlanak most. Egy multifunkcionális sportcsarnokba és itt a kórház révén a rehabilitációra helyeznénk a fő hangsúlyt. És gondolom a fácskára is figyeltek majd. Természetesen egy emléktáblát szeretnénk majd ráhelyezni a közeljövőben, amikor elkészül, és innentől kezdve minden évben legalább 3-4-szer megnézzük, hogy ha jól nézem csörgőfa, hogy csörgedezik. A gyermeknapi programok az estében nyúlóan értek véget, de a Csetényi Park az év minden napján számít a látogatókra. Ez a park nagyon népszerű, a város szívében van, ami nagyon-nagyon könnyen megközelíthető, illetve egy rekreációs központ, ha kijön az ember, egyé válik a természettel, akár csónakázhat, akár kalandpályázhat, akár sétálgathat, megnézheti a bivajokat, illetve hát játszhat a belső játszótéren is a gyerekeivel. Utcafórumot tartott a piacnál a Mi Hazánk Kiskunhalasi szervezete. Az eseményen a képviselőjelöltek, a polgármester jelölt mellett Szabadi István országgyűlési képviselő és Novák Előd, a mozgalom alelnöke is részt vett. Régió csapat van itt Halason, és nagy büszkeséggel tölt el, hogyha eljöhetek közéjük. És a Mi Hazánk mozgalom számára a választások közt is mindig volt élet, mi nem is annyira párt, mint inkább mozgalom vagyunk. Éppen ezért az országjárásunkat is folytattuk az elmúlt években is, megállás nélkül gyűjtve az emberek panaszait, és arra igyekszünk a szakmai kabinetrendszerünkben kidolgozni válaszokat, programot. Örülnénk, hogyha a kampány is inkább a programok csatája lenne, és nem pedig a propaganda döntené el. Nagyon örülök annak, hogy a jelöltállítás során nem csak itt Kiskunhalason, de szerte az országban egyébként a ellenzéki pártok közül a legtöbb jelöltet a Mi Hazánk mozgalom tudta állítani. Elsőként vették nyilvántartásba a Fidesz után az európai parlamenti választási listánkat is. Egyre nagyobb a támogatottságunk és egyre nagyobb a felelősségünk is. Mi szeretnénk megmutatni, hogy egy olyan konstruktív ellenzékiséget képviselünk, ami nem azt nézi, hogy ki javasol valamit, hanem hogy a magyar emberek és itt a halasi emberek érdekeit szolgálja egy javaslat. Így leendő képviselőink is ezt tekintve minden olyan javaslatot támogatni fognak, bárki is nyújtotta az be, ami valóban a magyar emberek érdekeit szolgálja. A Mi Hazánk helyi jelöltjei készen állnak a választásra. Bús József egyéni körzetben és polgármester aspiránsként is vállalja a megméretést. Azt mondta, eljött az idő a változásra. Az emberek bíztatnak bennünket, és úgy érezzük, hogy megérett a város a változásra. Mindenképpen olyan hanggal jönnek hozzánk oda az emberek, hogy szeretnék a változást, és el fognak menni szavazni. Erre bíztatunk is nyilván mindenkit. Nagyon sok olyan jelzést is kapunk, hogy aki eddig nem nagyon járt el szavazni, most az is el fog menni, mert ő is úgy gondolja, hogy nagyon kell már a változás, és most úgy érzik, hogy van kire szavazni, és ez nekünk ugye egy bíztató dolog mindenképpen. Úgyhogy reméljük, hogy ez majd a 9-ei eredményekben is meg fog látszani. A városunkat túlszul ejtették. Egy nagyon szűk érdekkör befolyás alá került teljesen a városunk. Igazából minden vállalkozásra, minden a közéletre általában nagyon rányomja ez a bélyegét. Az is nagyon sokat megmutat, hogy például kaptunk olyan jelzéseket, ismerősökön keresztül kaptam olyan visszajelzést,
hogy mondták, hogy ismernek engem, ugye rám fognak szavazni és drukkolnak is nekem, viszont nem jönnek ide hozzánk, mert félnek, mert a munkahelyükön ez miatt hátrány éri őket, vagy bárhol egyéb. Én azt gondolom, hogy ha demokráciáról beszélünk, akkor ez mindenképpen az, ami azt mutatja, hogy most már változásra van szükség Kiskunhalason is, és mi ugye erre tettük föl a dolgot, hogy változtatni fogunk. Busz József szerint jó csapatot sikerült összegyűjteni. A saját körzetüket ugye mindenki bejárja, és nagyon sok jelzést is kapunk, tehát jönnek a problémák, nyilván erről, amik évek óta akut problémák, ezeket most újból nekünk is elmondják, hogyha kapunk szót ugye a testületbe, és kapunk bizalmat, akkor nyilvánvalóan mi ezt meg fogjuk szolgálni, és mi valóban tenni is akarunk a városért. Azt gondolom, hogy erre talán én garancia vagyok, én már elég sokszor felszólaltam városi problémák ügyében, és nyilván olyan csapatot gyűjtöttünk magunk köré, akik szintén olyan emberek, akik kiálltak eddig is az igazukért, és hajlandók is tenni és dolgozni a város ügyeiért. Családias légkörben avatták fel és adták át a Brázai Kálmán utcában elhelyezett utcanév magyarázó táblát múlt héten pénteken. A Brázai Kálmán és a Fehérföld utcák kereszteződésében található egyik ingatlannál gyülekeztek a Pásztortűz Egyesület és az önkormányzat kezdeményezésére rendezett eseményen, ahol dr. Skribanek Zoltán, a körzet képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Végső István helytörténész ismertette a Halason jómódú családban született Brázai Kálmán fordulatos életét. Megköszönte az önkormányzat projekthez való pozitív hozzáállását, és bejelentette, hogy a közeli jövőben újabb 11 helyszínen adnak át majd hasonló táblát. A történész ezt követően Hegedűs Bettinát, a Szilády Áron Református Gimnázium tanulóját kérte fel egy vers elmondására. Az utcanév magyarázó tábla átadó után a megjelentek kötetlen beszélgetésbe elegyedtek. Aki a Brázai Kálmán utcán jár, érdemes megállnia néhány másodpercre, hogy a táblán található rövid életút összefoglalót elolvassa. Lengyel-magyar est keretében mutatták be a Csorba Helena és Csorba Tibor Lengyelek menedéke Magyarország 1939-1945 című kötetét a Torma János Múzeumban pénteken. Az esemény résztvevőit Kuris István László alpolgármester köszöntötte a város részéről. A lengyeleket és a magyarokat mintegy évezredes, különleges kapcsolat köti össze, amely nehezen megmagyarázható, hiszen egymás nyelvét sem értjük. Európa egén mégis közös csillagaink fénylenek és mutatnak utat, példaként elénk állítva a magyar és a lengyel nép történelmi múltját és barátságát. Európa egyik legszebb kincse ez a kapcsolat, amely erőt mutathat a többi nép számára is. Azért, hogy ne csak a híradásokból értesüljünk ezekről, van jó néhány kézzel fogható példa is. Kiskunhalas a dél-lengyelországi Noviszancs városával hivatalos testvérvárosi kapcsolatot létesített. Néhány éve közterületet neveztünk el lengyel barátaink városáról a városháza előtt Újszandec sétány néven. Kiskunhalason őrizzük Szent II. János Pál pápa vérerekjéjét és Faustina nővér erekjéjét, és nagy örömmel szerveztük Marian Adam Valigóra atya és Stanislav Dzsivis bíboros atya kiskunhalasi látogatását is abba a templomba, amelyet Karol Málcsik és felesége tett ékszerdobozzá. A Csorba házaspár által írt kötet témájának korszakáról, a II. Világháború előtti és utáni időket Zombori István magyar történész muzeológus elemezte a könyvtükrében. A Csorba házaspár az 1939-40-41-es időszakban sorra járta az itteni lengyel táborokat, és sorra készített interjút a menekültekkel, hogy kerültek ide, milyen megpróbáltatásaik voltak, és hogy érzik magukat. És ebből egy nagyon jó szociográfiát, egy nagyon jó kötetanyagot, illetve kettőt készítettek, külön a fiatalokkal és külön a fölnőttekkel. És az előbb említett 45-ös sztálini fordulat miatt szó sem lehetett, hogy ezek a könyvek megjelenjenek, majd 30 évre volt szükség, amíg az egyik könyv 81-be, a másik 86-ba jelenhetett meg Lengyelországban. És tulajdonképpen mi egy jó ideje néztük ezt a két kötetet, és úgy gondoltuk, hogy ebből a kettőből kell egy jó válogatást összeállítani, és abból született az az anyag,
amit aztán magyarra fordítva ebbe a kötetbe belekerült. A házaspárt jól ismerő Molnár Imre történész, az egykori diplomata, Georg Lupczyk volt lengyelországi nagykövet kerekasztal beszélgetés keretében emlékezett meg a könyv szerzőinek munkásságáról. Csorba Tibor a háború előtt rövid időt töltött Lengyelországban, Varsóban is, és mégis ismert, közismert ember lett. Nagyon sok művész, tudós, tanár, barátja volt, jeles közéleti személyiségek, akiket aztán a háború alatt innét Magyarországról ismét titokban fölkeresett Varsóba, elbeszélgetett velük, mindenki elmondta a maga tapasztalatait. Visszajöve Budapestre, Magyarországra, Tibor bácsi ebből két nagy jelentést fogalmazott meg, és mindkét jelentést titokba eljutatta a lengyel emigráns kormány részére, ami arról szólt, hogy milyen a helyzet Lengyelországban, milyen az embereknek az élete. Te raporte nigdy nie były publikowane. És ezek a jelentések lappangtak. A Csorba Tibor tárlat egyébként a Torma Múzeumban augusztus 4-éig látogatható. Huszonnégy órás kerékpározás lesz Kiskunhalason szerdán a kihívás napján. A Halasi Bringa Barátklub szervezői azt tervezik, hogy kedden 0 órától egészen szerda éjfélig folyamatosan úton lesznek Halas és Pirtó között. A kerékpáros start a Közösségek házánál lesz, majd a Pirtói Központi Parknál fordulnak vissza a kihívás napja résztvevői. Jelentkezni a Halasi Bringa Barátklub Facebook oldalán lehet. Mindenki annyi ideig kerékpározhat, amennyit szeretne, ám a cél az, hogy legalább ketten mindig úton legyenek.